amikor vezető német politikusok mondják azt, hogy Németország bevándorló ország, vagy hogy az iszlám is része Európa történelmének, vagy a vallásszabadság jegyében leveszik a kereszteket az iskolák faláról, de kialakítják az iszlám számára elfogadható étkezést a közintézmények menzáin, akkor milyen esélye van egy olyan mondat elfogadtatásának, ami az önök javaslatában is szerepel, hogy az Európai Unió keresztény alapokon nyugszik? Szerintünk nagyon fontos, hogy ismerjük Európa történelmét. Tudjuk azt, hogy az Európai Unió milyen értékeken épült föl a II. Világháború után, és alapvetően ezek keresztény demokrata értékek. Ez jelenti azt a fundamentumot, azt az eszmélyiséget, amire fölépítették az egész Európai Uniót. Hogyha ez a fundamentum, a kereszténység eltűnik, vagy nem ápoljuk és nem gondozzuk kellő odaadással, akkor bizony az egész Európai Unió és az egész európai kontinens alapvetően fog megváltozni. Megváltozni a kultúrája, az együttélési normáink, szabályaink és sok-sok minden más, amit mi nem szeretnénk. Tehát nem szeretnénk, hogyha gyermekeinket bizonytalan jövőbe kerülnének. És ezért mi azt céloztuk meg ezzel az országgyűlési határozattal, hogy a kormányt felhatalmazzuk arra, és felkérjük arra, hogy vegye figyelembe maximálisan a brüsszeli tárgyalásai során az uniós politikájában ezen szempontokat. Tehát egyrészt mi úgy látjuk, hogy Európa egy teljesen új korszakba lépett, válságok, kihívások, veszélyek, bizonytalanságok korszakába, és rendkívül nehéz időszakot él meg az Unió, és azon belül valamennyi tagállam, és az állampolgárok is. Ezért persze mi üdvözöljük, hogy konferenciát kezdeményeztek Európa jövőjéről, és egyben Magyarország és a magyar emberek óriási arányban vettek részt. A kormány 819 olyan eseményt tartott, ahol Európa jövőjéről lehetett beszélgetni, értekezni, gondolkodni. Tehát mi úgy látjuk, hogy az Európai Uniónak változnia kell, mert teljes mértékben felkészületlenül áll napjaink kihívásai előtt. Tehát, és ez nem az a megoldás, hogy a tagállamokat gyengítik, amire sajnos van szándék, egyfajta brüsszeli bürokrácia is által túl burjánzott hatalmi koncentrációt akarnak néhányan létrehozni. Itt értelmes párbeszéd kell, a tagállamokat tisztelni kell, hiszen a tagállamok adják az Európai Unió erejét, és hogyha erős tagállamok alkotják az Uniót, akkor erős lesz az Unió is, és akkor cselekvőképes is lesz, de ez szükség van hatékony válságkezelésre. Ezek a válságok, amelyek itt akár a Covid-járvány, akár most az orosz-ukrán háború által kialakultak, ezekre nem nagyon látunk hatékony választ az Európai Unió központi vezetése részéről. Tehát mi nem azt valljuk, hogy egyre szorosabb egységet kell a szerződésekben, az Európai Unió szerződésekben rögzíteni, hanem igenis meg kell erősíteni egyrészt a fundamentumot, tehát a keresztény gyökereket és azt a kultúrát, ami Európa, az európai integráció alapját képezi, egyfajta erkölcsi iránytűként szolgál a bizonytalanságok korszakában, és igenis meg kell erősíteni a tagállamokat, a tagállamok cselekvőképességét. Mert azt láttuk, hogy a Covid-járvány időszakában is csak az erős és cselekvőképes tagállamok voltak képesek megvédeni a polgáraikat. Így többek között Magyarország is. A családtámogatások rendszere kiemelten fontos, tehát a demográfiai kihívások kezelése, nem migrációval kell Európa jövőjét biztosítani demográfia értelemben, hanem a családok támogatásával, a gyermekvállalás segítésével. Tehát erről szól alapvetően ez az országgyűlési határozati javaslat, amely megerősíti a kormányt azon törekvésében, amit eddig is képviselt. Na de ez akkor a fontosabb kifejezés, hogy megerősíti a kormányt. Tehát, hogy enélkül a határozati javaslat nélkül is azért úgy látjuk, hogy a magyar kormány ebben a határozatban foglaltak szerint politizált az Európai Uniós szintereken, ezért is kapja egyébként a kritikákat leginkább. Hát igen, de fontos, hogy ugye nálunk parlamentes demokrácia működik, és a megválasztott parlamenti képviselők többsége hoz egy ilyen határozatot, az megerősíti a kormánynak a tevékenységét is, a brüsszeli bürokratákkal folytatott egyeztetései során és vitáik során is világos iránytűként szolgál. Említette ezt a konferencia sorozatot, ez több helyütt fölmerült, hogy amit az elmúlt
hónapokban tartottak Európa jövőjéről konferenciákat, tulajdonképpen nem adott választ az uniót feszítő, például a berendezkedését, meg az egyes testületek jogköreit érintő kérdésekre, mert az kétségtelen igaz, hogy azt mondják elemzők, de volt még olyan európa jogi szakértő is, aki erre hívta fel a figyelmet, hogy ez a konferencia sorozat látszólag minden európai polgár véleményét kikérte, de a végére mégis azt hozták ki valahogy eredményként, amit az NGO-k, a soros szervezetek képviselnek. Aki szervezte, annak a véleménye érvényesült. Hát persze összegezni kell minden országban, minden tagországban, a tagállamban az elhangzottakat. Nyilván, hogyha Brüsszelben kezdeményeznek egy ilyet, akkor sajnos sem mögött föl lehet fedezni olyan szándékokat, amelyek ezeknek a folyamatoknak, ennek az úgynevezett mainstreamnek a felerősítését szolgálják. Tehát van egy párbeszéd, ez miközben egyébként szerintem van egy világos cél, hát látjuk a döntésekben, látjuk a migráció megítélésében, látjuk a keresztény értékeknek az eltüntetésére irányuló szándékot, látjuk azt, hogy az orosz-ukrán háborúban hogyan foglalt állást az Európai Unió vagy az Európai Bizottság, milyen elhibázott, átgondolatlan szankciós döntéseket hoztak, hogyan nehezítik így hazánk és nyilván polgárainknak a helyzetét, de valamennyi Európai Uniós tagországban élő állampolgárok helyzetét is nehezítik, hiszen ezek a szankciók ezek inkább öngólnak minősíthetőek, mint sem, hogy bármilyen kárt okoznának Oroszországnak, és valószínűleg a háborúnak a végét sem hozza közelebb. Egészen megdöbbentő, hogy ilyen szintű döntéseket tudnak hozni. Tehát én persze, hogy jelen van folyamatosan egy ilyen típusú gondolkodás, és ez a gondolkodás ez persze célzott, hiszen emögött valóban ott vannak azok a globális érdekek, amelyek az Európai Uniót nem nemzetállamok, erős nemzetállamok közösségének képzelik el, hanem, és nem szuverén államok egyenrangú együttműködésének, hanem bizony-bizony egy központosított hatalmi rendszert akarnak létrehozni, és ez jól látható, mert a tagállamok szuverenitását fel akarják számolni. Alapvetően vannak ilyen szándékok az uniós bürokrata vonalban, és az amögött lévő ideológiai elképzelések is ezt mutatják, számos döntést. Tehát a családnak a szentségét is átírják. Mi nem győzünk hangsúlyozni, hogy a család jelenti az élet továbbadásának és gyermekeink nevelésének legfontosabb kereteit. Tehát a keresztény demokrata politikusok mi azt valljuk, hogy az emberiség jövője csak a családok által valósulhat meg. Tehát nem szabad átértelmezni klasszikus és bevált az emberiség múltjában is föllelhető keresztény értékeket, és ezeket átírni életveszélyes, hiszen tartás nélkül, eszmeiség és szellemiség nélkül maradna Európa akkor. Ezt az ön által most említett föderalista irányt igazából nem akarja a másik oldal eltagadni, nem is tagadja el. A Újhelyi István, MSZP-s európai parlamenti képviselő egyenesen Európa ellenesnek nevezte ezt az önök határozati javaslatát. Nem tudom, hogy az Európa barát javaslat az már csak az lehet, amit például Manfred Novák osztrák ügyvéd nyilatkozott a napokban, bejárta ez a hír, vagy az ő néhány mondata itt a magyar sajtót is, hogy létre kell hozni egy új európai alkotmányt, és még több jogkört kell átadni Brüsszelnek. Ez áll szemben a magyar úttal? Hát ez mindenképpen szemben áll, ezt mi nem fogjuk tudni támogatni. Ugye, mikor az európai integrációról beszélünk, ugye az integrációnak többféle értelmezése van, felzárkóztatás, társadalompolitikában is használjuk ezen kifejezéseket, de amikor az integráció az európai nemzeteknek az önfeladását jelenti, amikor eltünteti a nemzeti kultúrákat, értékeket, akkor viszont ez minimum veszélyes valamennyi nemzet jövőjét, illetően itt Európában is és máshol is. Ugye a globalizáció az egész világra kiterjedő egységesítési folyamat, egyfajta homogenizáció, amely önmagában kihívás egyébként valamennyi kontinensen, valamennyi nemzet jövője szempontjából, hogy ezt hogyan tudja kezelni, hogy a globalizáció előnyeit, mert vannak előnyei is, azt magának is tudja, ne maradjon le, ne szakadjon le, gazdasági előnyét élvezhesse, de közben ne adja föl önmagát, saját szuverenitását, saját nemzeti kultúráját, hitét, vallását. Ez viszont óriási kihívás mindenki számára. Tehát az integráció nem lehet öncél. Legfeljebb csak eszköz, a nemzeti szabadságunk kiteljesedésének eszköze. Tehát mi az európai integrációt ezt így értelmezzük, és mondom, tehát
teljesen másként, más irányból közelítik meg Európa jövőjét. Az Európa jövőjét, ezt az új korszakot, amit valóban elérkezettnek látunk, hiszen számos veszély bizonyítja, hogy új korszakba lépett Európa. Természetesen fontos, hogy a nemzetek, a tagállamok tiszteljék egymást, egyeztessenek, de ne vegyék el a hatásköröket az államoktól, a tagállamoktól, és ne fenyegessék a szolidaritásukban őket. Láttuk, számos válságot megéltünk már az elmúlt 12 évben, kizárólag az erős, cselekvőképes tagállamok képesek hatékonyan föllépni a válságokkal szemben. Nagyjából ez a gondolata az, amin keresztül meg lehet érteni itt az Európai Parlamentre vonatkozó javaslatokat. Ugye nagyon sok javaslat van ebben a határozati javaslatban, ilyenek, hogy az Unió ne vehessen föl többé hitelt, vétójogot adnának a nemzeti parlamenteknek, közös hadseregről is szó van benne, de azért mégiscsak a sajtót ez a jól eladható cím járta be, vagy ezen keresztül tudták a határozati javaslatot megismertetni a szélesebb nyilvánossággal. Legtöbben ezt emelték ki, hogy az Európai Parlamentet a mostani formájában meg kellene szüntetni, mert önök szerint zsákutcába vezette az európai demokráciát. Ugye itt az előbb a magyar kormány és a magyar parlament viszonyában ön is említette, valóban parlamentáris demokrácia így néz ki, hogy a parlamentnek felelős kormányról beszélünk, és a parlament adja a mandátumot a tárgyalásokhoz a kormánynak. Ez hogy néz neki akkor európai konstellációban, európai viszonylatban? Mivel vezette, induljunk innen, mivel vezette zsákutcába a demokráciát az Európai Parlament? Számtalan, hogy itt a bizottság és a parlamentnek a kapcsolata is érdekes az európai dimenzióban. Tehát gyakorlatilag az Európai Bizottság irányít szinte mindent, mi úgy látjuk. Tehát már akkor a parlamentarizmus európai szinten is egészen érdekesen működik. Tehát mi ugye azt írtuk ebben a határozati javaslatunkban, hogy valóban az Európai Parlament képviselőt a nemzeti parlamenteknek kell delegálni. És így lehet biztosítani a valódi politikai legitimitást, hiszen a tagállamokból áll össze az Európai Unió. Tehát ha nincsenek tagállamai, akkor nincsen unió. Tehát a tagállami parlamentarizmusnak így kell működnie, és ez nálunk egy kiforrott rendszer, ugye a parlamenti választások vannak 4 évente. A pénzügyi döntésekre meg valóban így van, hiszen nem lehet egy olyan hagyatékot hátrahagyni a gyermekeinkre, a jövő generáció iránt érzett felelősségből adódóan is, hogy a mostani eladósodási folyamatot, az európai népek által fölvett hiteleket, ennek a terheit ráhárítjuk majd a gyermekeinkre és unokáinkra. Tehát milyen jövőt tudunk így nekik garantálni. Tehát nagyon sok dolog van egyébként, amin például a kisebbségek, az őshonos nemzeti kisebbségeknek a védelme. Ez sincs kellő mértékben hangsúlyozva az európai szerződésekben. Tehát hogyha valóban jobbá akarjuk tenni a világot, akkor miért nem védelmezzük a nemzeti kisebbségeket, akik persze mindig hátrányosabb helyzetben vannak, és ezért kell odafigyelni rájuk és segíteni őket. Vagy például ugye szólunk a Nyugat-Balkán országainak európai perspektívájáról is. Ezt meg kell erősíteni, hiszen a Nyugat-Balkán egy sokat szenvedett világ, és az európai politika, ugye most úgy látjuk, hogy például a bővítés kapcsán egyértelműen Ukrajnára fókuszálnak. Miközben sokkal régebb óta korábban a szerb barátaink és a nyugat-balkáni népek fiai és lányai jelentkeznének az Európai Unióban, mert elfogadnak egyfajta közös szabályrendszert is. Tehát Európa biztonsága szempontjából legalább annyira fontos volna a Nyugat-Balkán országainak is egyfajta értelmes perspektívát nyújtani, jövőképet nyújtani. Természetesen Ukrajna számára is fontos ez, ezt tudjuk és támogatjuk is. De miért nincs most napirenden? Miért nem foglalkozik ezzel hangsúlyosan Európa? Tehát vannak még itt feladatok, amiket el kell végezni, de az a legfontosabb, hogy ez a határozat természetesen nem tud mindent megoldani és felölelni, de szerintünk fontos, hogy a kormány számára és a miniszterek úr számára adjon további megerősítés, további olyan helyes pozíció elfoglalást, amelyel érzékeltessük, hogy mögöttük vagyunk, ott vagyunk, a magyar parlament támogatja, és a magyar emberek ezen keresztül természetesen támogatják a kormánynak a brüsszeli bürokratákkal folytatott küzdelmét. Két olyan ügyet hadd hozzak ide, amit részben érintett. Az egyik a bevándorlás, a másik pedig a közös hadsereg ügye, éppen az orosz-ukrán háború apropóján. A bevándorlással kapcsolatban ugye önök a bevándorlási ügyekben semmilyen beleszólást nem adnának a brüsszeli intézményeknek. Hogyha nem lenne bevándorlási ügyekbe beleszólás a Brüsszelnek, innen már az én kérdésem, akkor a magyar tranzitzónák például még működhetnének a déli határon, tudna folytatódni annak elbírálása, hogy kijogosult menekült státusra. Igen,
itt alapvetően mi csak addig megyünk el, hogy szerződése szinten kell garantálni a tagországok állampolgárainak azt a jogát, hogy eldönthesse, hogy kivel akar egy hazában, egy országban élni. Tehát itt most, hogy a tranzitvonalak, meg a tranzitzóna, meg a nem tudom, ezek hogyan működnek, ez már tagállami, további tagállami rendezés kérdése, vagy akár nyilván lehet ezt szerződésben is rögzíteni, de alapvetően az, hogy kötelező kvótákat vezetnek be, az, hogy Brüsszelben eldöntik, hogy kiket engedjünk be, és kiket kellene letelepíteni a Magyarország területén, ezt semmiképpen sem tudjuk támogatni a jövőben sem. Tehát a kormánynak a migrációs politikáját, amit eddig végzett, eddig folytatott, azt támogatjuk a jövőben is, ebben a határozati javaslatban is. Egyébként ennek mesdjén értelmezhető akár az az osztrák ötletelés is, hogy Schengen határait erősítsék meg, illetve állítsák vissza a belső határellenőrzéseket, de ez egy másik beszélgetés tárgya. Közös hadsereg ügyére egy gondolatot még áldozzunk. Vagy legegyszerűbb azt a kérdést föltenni, hogy a közös hadsereg ugye, hogy általában már évek óta szó van róla, hol hangosabban, hol halkabban, itt az orosz-ukrán konfliktus kapcsán lendületet kaphat? Hát én 1998 óta lehetek parlamenti képviselő, és szinte ez azóta, ugye 99. március 12-én lettünk a NATO teljes jogú tagjai, és ugye 2004-ben lettünk az Európai Unió tagjai. Ez gyakorlatilag most már több mint egy 20 éves téma, hogy európai védelmi képességek, európai védelmi identitás, mindenféle rövidítések, PESCO és egyéb más rövidítések voltak és láttak napvilágot. Egy biztos, hogy ma Európa, az Európai Unió ott tart, hogy gyakorlatilag képtelen egy 40 ezer fős közös haderőt felállítani, amely szolgálná az európai kontinens biztonságát és békéjét. Egyértelműen az Egyesült Államokra van utalva, a NATO-ra van utalva, hát abban meg meghatározó szereplő és tényező az amerikai hadsereg, ez egyértelmű, a világ legerősebb hadseregéről van szó, de ez mutatja Európának a többek között gyengeségét. Én ezt vallom, hogy talán egyébként az első problémák azok a második világháború után onnan dotálhatók, amikor a marsos segéllyel a nyugat-európai politikusok egy része legalábbis úgy érezte, hogy itt nem szükséges már a hadseregekre áldozni. Az amerikaiak elvégzik a biztonság garantálását, és a jólét, a gazdasági jólét alapjait, meg az újjáépítés alapjait a marsos segélyből finanszírozzák. És aztán a végén pedig eljutottunk oda, hogy a hidegháború lezárultával, vagy sokan már ugye a világ békéről beszéltek, és a történelem végéről. Egy biztos, hogy nem itt tartunk. A biztonságra mindig is áldozni kell egy tagországnak is, és egyébként ha az integrációnak különösebb fokáról beszélünk, akkor nyilván az Európai Uniónak is valamit fel kellene tudni mutatni, katonai képességet is áldozni kell a hadseregekre. A Németország kb. 1%-át a GDP-nek költi a hadseregére. Mi a következő évi költségvetésben már a GDP-n 2%-át elértük, ezt vállaltuk a NATO-ban. 2024-re egy évvel korábbanra tudjuk előrehozni. De természetesen minden értelmes, normális európai védelmi kezdeményezésben is ott vagyunk. Békefenntartó alakulataink vannak számtalan helyen a világban, mint egy 1000 katonánkkal. De azt látom, hogy az európai politikusok jelentős része nem feltétlenül akar áldozni. Mindig valamilyen fajta duplikációról beszélnek, nem kell megkettőzni az erőt, hiszen a NATO is jelen van az európai kontinensen. Ez egy örökzöld téma, tényleges tartalommal kevésbé van feltöltve.